miért kell mindenkinek az élete végéig együtt maradni? Miért nem tudjuk ezt elfogadni? Nem kell, csak ne maradjanak szép, ne váljanak el szépen. Ja. Olyan csúnya, hogy gyere, nézd meg, itt az ex-férjem, csomagoltam neked ízét, szendvicset, majd edd meg. Nem, az gyűlöld utána, hogyha elválsz. Nem, én úgy képzelem az életet, én elváltam. Szerintem az a gyűlölet, az egy infantilizmus, egy regresszió. De olyan jó, ahogy kijön. Ki kell adnod magad. De figyelj, én úgy képzelem az életemet, hogyha mondjuk nekem a férjem a közeljövőben összejönne valakivel, és mondjuk én is úgy képzelném az életemet, hogy nekem van valakim, és neki mondjuk van egy volt felesége, de vannak gyerekei, akkor igenis nyugodtan tudjunk leülni egy asztalhoz karácsonykor akár. Jó, csak azt már nem karácsonynak hívják. De, hogy ez egy teljesen normális. A karácsony a szeretet ünnepe. De miért ne élhetnénk és ülhetnénk szeretetben egymás mellett? Mert valaki úgy is gyűlöl, tehát a volt férjed gyűlöli a jelenlegét. Nem, miért gyűlölni? Hát mert ő azt mondja neked, hogy nem, de közben ránézel és látod, hogy gyűlöl. Gyűlöletpárti, maradjunk meg ebben. Ne legyél, én megtérítelek.